Érdek hazánkért meghalunk! Gyurcsán Ferenc a mi vezérünk, a baloldalnak az élharcosa! A Magyar Köztársaság őre, a szabadság harcosa! A demokrácia védelmezője, ha kell, ha nem engednek innen ki, bemegyünk érte! Hajrá Feri! 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 Orbán takarod! Orbán takarod! Orbán takarod! Orbán takarod! Orbán takarod! Hogy szúnyogok meg, hogy hazánkért, a Magyarországért küzdjünk és harcoljunk! 1, 2, 3! Orbán takarod! 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 Édesanyját! Örülünk, hogy a hazának ilyen hős hazapit szűr! Csókolom a kezét, aranyoskám! Bulatkozik tisztel szeretett nővéreim! Mi veled vagyunk! Ha kell, Gyurcsán Ferencé a 4. köztársaságért akár meg is halunk!
cégbe, még kenyérbű se tudnak eleget tenni. És szégyelheti magát, hogy ő neki 5 millió, meg 10 millió havi jövedelme. A szegényektől még azt is elvezik. Sorry, Dad.
mi vigyázunk önökre, mi vigyázunk a köztársaság polgáraira, mi vigyázunk az elesettekre. Ma egy pillanatra megfordult a világ, és önök vigyáztak rám. Nagyon szépen köszönöm. De hogy ez megtörténhetett, és hogy ma nektek, önöknek ide kellett jönni, annak nagyon világos az oka. Az az oka, hogy ami a mi dolgunk volt az elmúlt években, hogy megvédjük ezt az országot, hogy megvédjük az alkotmányos rendet, a köztársaságot azokkal szemben, akik megújuló erővel 2002 óta folyamatosan rátörtek a köztársaságra, mi ezt a dolgunkat nem tudtuk bevégezni, talán ezer oknál fogva. Nem tudtuk megvédeni a köztársaságot, nem tudtuk megvédeni a demokraták széles közösségét, mert talán túlságosan is önhittek voltunk, és azt hittük, hogy az, amiben hiszünk, az emberi tisztességünk, elkötelezettségünk egy új normális világ iránt, az elegendő lesz ehhez a küzdelemhez. De nem láttuk, nem értettük, én magam sem értettem, hogy évek óta itt már nem egyszerűen eszmék küzdelme zajlik, hanem az időnként elkeseredett, reményét vesztett sokaságtól is támogatva, a jobboldal és különösen annak radikális oldala rátört demokratikus köztársaságára. Rátört a hazára, rátört mindazokra, akik hittek abban, hogy 20 évvel a rendszerváltozás után elegendően erős tud lenni ez az ország, hogy megvédje önmagát. Hogyha vesztettünk, az a mi hibánk is. Hogy ma azok pöfeszkedhetnek, akik pöfeszkednek, az a mi bűnünk is. Mert nem voltunk elég erősek, és nem voltunk elég álhatatosak, helyenként már naivak is voltunk. Mondjuk meg nekik, nincs több naivitás, nincs több szégyenlőség, megküzdünk velük, és addig fogunk küzdeni, amíg a demokraták nem lesznek többségben. Megismertek szerint hivatali visszaéléssel gyanúsított meg, azt vetli a szememre, hogy miután kormányom valamennyi tagja, az erre felhatalmazott szervezetek és intézmények hivatalosan támogattak egy magyarországi beruházást, és én ezt követően kormányom támogatásáról biztosítottam azokat, akik ide akartak hozni 1 milliárd dollárt és 2500 embernek kívántak munkát adni, az ügyészség azt állítja, hogy nekem ehhez nem volt jogom, hogy ezzel túléltem a hatáskörömet, hogy ezzel bűnkövettem el. Nem. Gyanúsításuk teljes szövegét pár órán belül nyilvánosságra. A kihallgatástól készült videófelvételt, hogy a technik majd megengedi, remélem ugyancsak pár órán belül teljes egészében nyilvánosságra készül. A gyanúsítás ellen, hát már csak a rendkedvéért is, meg látva ezt az ügyészséget, természetesen panasszal éltem, mert panaszt majd Pól Péter fog elbírálni.
Egyrészt azon kérdésére, hogy kívánok-e tanúvallomást tenni, igennel válaszoltam. Tanúvallomásom rövid volt. A főügyész és az ügyészek szemébe néztem, és azt mondtam. Főügyész úr, ügyész urak, önök megsértették az esküjüket, mert önök azt vállalták ebben az esküben, hogy a részrehajlás nélkül elfoglalatlanul fogják végezni dolgokat. Önök nem ezt teszik. Önök megbízójuk, korábbi és mai politikai ellenfeleim támogatására, ösztökélésére ocsmány, cinikus, koncepciós perben vesznek részt. Lehet, hogy a főügyész ki lehetett fizetni egy kitüntetéssel. Lehet, hogy Júdás 30 pénzi egy kitüntetés van Magyarországon. Lehet. De biztos lehet abban. El fog jönni a pillanat, amikor azok, akik most mögötte állnak, már nem lesznek képesek megvédeni mindattól, hogy szembenézzen a joggal, a jog pedig azt fogja mondani, hogy ami történik, az biztonság, az tisztességtelenség, az maga a szégyen. Szégyeljék magukat, ülész ugyaim! Elmondtam az eljárás kezdetén. Elmondtam a parlamentben. Hogy bár azt hiszik, hogy engem fognak vád alá helyezni, bár azt hiszik, hogy ők fognak engem meggyanúsítani, de tévednek. Az eljárás minden pillanatában. Én fogom őket meggyanúsítani azzal, hogy eladják és elárulják a legszentebbet. Magyarország demokratikus talapzatát, a magyar alkotmányosságot. Ebben bűrészesek. Arról is volt egyetlen mondatom a számukra. Tisztességgel, becsülettel, törvényesen a dolgomat végeztem. Bűnt akkor követtem volna el, ha nem ezt teszem. Szeretnék végül egyetlen egy dolgot önöktől kérni. Ami ebből a dologból az én ügyem, én azt megvívom. Hálás vagyok önöknek, köszönöm a támogatásukat, de higgyék el, azt hiszem, hogy ebben az ügyben nekem a legkönnyebb. Sokkal nehezebb azoknak, akiket nem ismernek, akik politikai értelemben névtelenek, akik egy iskola menzáján szolgálnak, akik egy hivatalban dolgoznak, akik bár nyugdíjasok, de a lányuk még tanít, vagy éppen a sarki fűszeresmúlban eladó, nekik nyújtsanak segítséget. Ők ma fontosabbak, mint én, mert én velük ezt a küzdelmet mindazzal, amivel felvérteztem önmagamat az elmúlt években, végül sikerrel meg fogom vívni. De hogyan fogja megvívni a küzdelmét sok százezer vagy millió, aki fél ettől a hatalomtól, aki ilyen vagy ugyanoknál fogva nem mer eljönni ide, nem mert eljönni szombaton, nem merik nyitni a száját, nem mer, nem tud, felnőtt, önmaga igazában hívő polgárként viselkedni. Velük mi lesz? Az önök sorsából vállaljanak magukra, az ő sorsukból vállaljanak magukra. Őket bátorítsák, nekik mutassanak példát. Mert ha az ország félni fog, akkor Orbán és a társai röhögni fognak a markukban. Azt mondják, hogy sikerült, amit szerettek volna. Sikerül elhallgattatni egy országot. De szeretném, ha nem tudnák elhallgattatni ezt az országot, mert az ország egyetlen ereje az polgárai hitében, polgárainak erejében van. Adják vissza mindazoknak a hitét és erejét, akik nem mennek eljönni, akik csendben vannak,
addig izgulnak a máért, és csak túl akarják élni, hogy jöhessen a holnap. De nem lehet csak a holnapra gondolni. Mi lesz ezzel az országgal, hogyha valamennyi polgárban csak annyi az álom, hogy a ma mújjon el baj nélkül, és talán majd holnap megint lesz egy baj nélküli nap. Mi nem ilyen országot akartunk. Mi olyan országot akartunk, amelynek friss és szabad a levegője. Olyan országot, amely felszabadítja a polgárait, nem pedig tönkreteszi. Olyan országot, amelyben nem kell félni, hogyha nem vagy jóban a helyi hatalmassággal, akkor rátküldik a hivatalt, akkor nem lesz állásod, a gyerekeknek nem lesz állása. Olyan országot akartunk, amelyben az ember nem fél kinyitni azt az újságot, amit olvasni akar a buszon, a metrón. Mert a polgárok tisztelik egymást akkor is, ha nem értenek egymással egyet. Azzal vádolom a jobb oldalt, hogy hosszú szívós munkával megtanította az embereket félni, félni a szabadságtól, félni a polgári tartástól. Megtanította az embereket, hogy hogyan fogják be a szájukat. De mi nem akarunk tusba lenni. Amelynek egyszer nem telik ki az ideje. Nincs az a hatalom, amely ha nem bírja polgárainak támogatását, egyszer ne kelljen, hogy távozzon. Ez fog történni ezzel a hatalommal is. De szeretnék valamit kérni mindenkitől. Nem azért kell leváltani ezt a kormányt, hogy utána mi ugyanazt tegyük velük, mint amit ők tettek velünk. Egy ország nem élhet állandó revansvágyban. Egy ország nem élhet abban, hogy az egyik bosszút a másik bosszú követi. Azt kérem mindenkitől, akik el szeretnék zavarni ezt a kormányt, hogy álhatatosan, tisztességes szívvel akarják ezt tenni, de gyűlölet nélkül, anélkül, hogy törleszteni szeretnének. Mert nem nekik kell törlesztenünk, mert nekünk adósságunk saját nemzetünkkel szemben van, amely nemzetet nem tudtuk megvédeni ettől a tébolyult hatalomtól. Az adósságot velük szemben törlesszük, ne pedig Orbánnak szemben. Énekeljük el a hibúcsot.